tulajdonképpen ez az anyag már a 90-es évek elején elkészült, sőt, a 80-as évek végén igazán, hát akkor az akkori szituációt illusztrálja. Ma nagyon jól fogalmazta meg a polgármester úr, hogy humanizál, úgy érzi, hogy ez egy humanizált Rácsvilág, és ha megnézzük, akkor a képek hangulatából tényleg egy inkább a szeretet árad, mint a gyűlölet. Tehát ez tényleg egy kéznyújt, emögött, a Rács mögött olyan emberek vannak, akik egymásnak kezet nyújthatnak. Hogy lehet egy Rács humánus? Hát nézze, az igazság az, hogyha én a Rácsot nem úgy értettem. A Rács számomra az is, hogy például hagyományokban élünk, az is Rács, vagy amit magunk köré építünk, akár szerelem, házasság, minden olyan dolog, amivel körülvesszük magunkat. Egy-egy képben mindig tükröződik a festő lelke, a festő valója, és természetesen a pillanatnyi benyomások is. Ön, ha jól tudom, aktívan politizál. Ezek hogy látszódnak meg a képekben? Hát nézze, az, hogy aktívan politizálok, ez azt hiszem egyszerűen azért van, mert annak idején 47-ben Fölvidékről menekültünk, és mindig éreztem, hogy, és azért is politizálok, hogy az embereket egymáshoz közel kell hozni, nem egymástól eltávolítani. És amikor ezekről a Rácsokról beszélek, ez is tulajdonképpen figyelmeztetés. Az én politikai hitem az, hogy mi itt vagyunk ebbe az országba, itt együtt vagyunk ebbe az országba, itt ezt nem lehet szétválasztani, még Rácsokkal sem. Ha egy-egy képet megnézek, nekem rögtön az az első benyomásom, hogy mindennek megvan a maga helye, mérnöki pontossággal megvan tervezve. Valóban így készülnek a képek? Nem. Ugyan megfestem kicsiben mindegyiket, de a nagyban, amikor elkezdek rajta dolgozni, újra fogalmazom. És én bekapcsolom a véletlent. Tehát én hagyom, hogy a kép maga építse magát. Tehát ha valami új belekerül, akkor azt felerősítem. Tehát az első pillanatban van egy szándék, meg egy tervezett szándék, de aztán az homlok egyenest más is lehet. Valahogy úgy vagyok vele, mint az az író, aki azt fölkiált, hogy Szent Isten, nem hittem, hogy megöli. A megnyitóban Karsai Károly polgármester úr azt említette, hogy ez egy korszak, egy érett életmű egy részének a lezárása. Mi volt ez az életmű, hogyan jellemezni néhány szóval, és legfőképpen mi következik most? Hát ez a kiállítás egy, ez a kiállítás, az a címet is, hogy kiállítás egy, hiszen március körül megrendezünk a kiállítás kettőt.